the Association of Hungarian Yoga Teachers, all the different yoga schools present here, yoga lovers and enthusiasts. Namaste, very good morning. Köszöntjük a Jóga Oktatók Szövetségét, az összes jóga oktatót és jógást a mai napon. Namaste. Let me begin by conveying my very sincere thanks to all of you for inviting me and for giving me this opportunity to speak to you. Nagyon köszönöm, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy meghívást kaptam erre a rendezvényre. This is a very important event because it brings so many different yoga schools and different yoga streams together at one place. Nagyon-nagyon fontos és jelentőségteljes esemény, mivel rengeteg irányzatot, jogaiskolát keveredik alapvetően ezen a rendezvényen, és nagyon sok joga irányzatnak a kipróbálására lesz ma lehetőség. I bring to you greetings from 1.3 billion yoga lovers from a country which is home to yoga. Ő most nem csak a saját nevét, saját nevében reprezentálja önmagát, hanem több millió ember nevében jött el, hogy ezeket a szavakat elmondja és átadja nekünk. And also before I say anything further, I would like to convey my regards and respect to the all yoga masters whose pictures are here and who have done so much to bring the message of yoga and the peace to the world and the people at large. Köszöntjük ezt a jó néhány jógit. A fotók ugye itt vannak mellettem, akinek alapvetően köszönhetjük azt, hogy ma itt vagyunk, és békét, tudatosságot, egy magasabb szintű tudást hoztak el nekünk. Ours is a world that never sleeps. In this fast-paced world, people from morning to evening, we are all rushing to do different tasks and we are under stress. Folyamatosan stressz alatt vagyunk, és a mai rohanó világban ez a tendencia, hogy gyakorlatilag reggeltől estig rohanunk. I was in fact shocked to read that close to 18 to 20 million people every year, they lose their fight in heart-related diseases. Sokkoló hatott rám az a hír is, hogy hány millió ember meghal világszerte különböző disease betegségekben, kórokban. Az egyike például a szív betegség. Similarly, there are a couple of million people who lose fight against diabetes every year. Hasonlóképpen a diabetes és egy óriási probléma, ami főleg ugye a stressznek köszönhető és a rohanó világ tendenciájának. This should not happen because all the stress-related diseases, they are completely avoidable and we must be able to prevent these deaths. Ennek nem szabadna, hogy előforduljon, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy preventáljuk, megelőzzük ezeket a különböző stressz okozta betegségeket. Yoga teaches us a way to lead a calm, creative and content life. Ti mind abban segítetek nekünk, hogy megtanítjátok, hogy hogyan vegyük fel a küzdelmet, a harcot a mindennapi stresszel és a kihívásokkal. It teaches us a way to defeat the tensions and mindless anxieties. Megtanítja, hogy hogyan kezeljük a mérgünket, hogyan csökkentjük a stresszt. Yoga is beautiful because it is ancient, but still modern. A jóga csodálatos, mert ősi, de modern is. It is constant, but also evolving. Folyamatos, de ugyanakkor mindig emelkedő. It brings to us the best of the past, but also gives us a beautiful way to the future. Nagyon megragadható vele a múlt, tehát hogy ezek az ősi értékek elhozhatók, ugyanakkor a jelenkorban is van létjogosultsága, amit át kell adni. Instead of dividing, yoga unites.
Okay. Instead of furthering animosities and divisions, it assimilates. And instead of increasing suffering, yoga heals. Alapvetően a jóga gyógyít és eliminál minden szenvedést, ami a materiális világban van. And therefore I would like to say that it is extremely important that we bring the correct form of yoga and correct message of yoga to the people. Szeretném hangsúlyozni annak jelentőségét, hogy a jóga gyakorlás, a jóga gyakorlás átadásának a korrekt formáját használjuk, és azt az ősi jogát adjuk át, ami a tradicionális. As yoga has become popular, there's also been mushrooming of yoga studios and yoga schools all over the world. In fact, there wouldn't be any village or small town where you wouldn't find a yoga school. Rengeteg yoga stúdió megtalálható a világban, nagyvárosoktól a kisvárosokig, kis falvakig. And therefore, it will be very, very important for all the major yoga schools and the yoga teachers who are present here to bring the correct message of yoga and its true philosophy to the people who are participating. Nagyon fontos a jóga iskolák számára, valamint a jóga oktatók számára, hogy a megfelelő üzenetet hordozzák tovább és adják tovább a diákjainak. Now the world, entire world has embraced yoga, and there is no other occasion to remember this than the International Day of Yoga, when 4 years ago more than 177 countries we gathered together to recognize the universality, the message of humanity which yoga brings to the world. A Nemzetközi Yoga Fesztiválon 4 évvel ezelőtt is hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a yoga üzenetét, a valódi üzenetét átadni. We celebrate it every year on 21st of June, and it is one day when regardless of whatever form of yoga is practiced by different schools and different places, we all come together to spread the message and to bring everyone together under one umbrella. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy június 21-én ezen a Nemzetközi Jóga Fesztiválon összejöjjenek a jóga stúdiók, jogát oktatók, és egy közösségben építsék, valamint fejlődjenek. This year, Embassy of India will be organizing the International Yoga Day on 22nd of June at a venue which will announce very soon, but most probably it will be Balna. And I will request all of you, all schools, all participants, regardless of your age and your professions, to come and join in this day, on this day, so that then we can popularize yoga to an even larger number. Mindenkit arra bíztatnék, hogy június 22-én jöjjön el a Nemzetközi Jóga Fesztiválra az összes jóga oktatót, jóga tanárt, jóga stúdiót. Jöjjünk össze, és együtt népszerűsítsük a jógát. When I was talking about bringing the correct message of yoga, if you were wondering why I was always saying yoga and not yoga, so let me also mention to you that while in English we do write Y-O-G-A, but we pronounce correctly as yoga, and therefore I continue to say yoga in my speech. A korrekt kiejtés a jogának ugye a jog, úgyhogy azért ejti a nélkül, mert hogy ezt így kell helyesen kiejteni. I would like to end my message here with greetings to all of you, and I know that a very very packed and very beautiful program lies ahead, and which will expose you to not only to the hatha yoga, to the exercise part of it, but also to the philosophy and to thinking behind yoga. Még egyszer nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és remélem, hogy mindenki meg fogja találni azt a programot, ami hozzávaló. Nem csak a hatha jóga irányzattal ismerkedhetnek meg a résztvevők, hanem minden más tradicionális vonallal.
And I'm very happy to see that in the program today, a very good part of the program has been devoted to the theory, to the philosophy behind yoga. Because yoga is not gymnastics. Yoga is not aerobics. Yoga is not only physical exercise. But it is actually the entire philosophy of keeping your mind, your body, everything at peace with yourself, with everybody around you, and with nature. Különlegesen nagy jelentőséggel hangsúlyoznám, hogy nem csak a fizikai ászanák, testgyakorlatok gyakorlása az, ami fontos. Nagy örömmel hallotta, hogy a jóga filozófiája, a jóga mögötti filozófia is megtalálható lesz, és ezzel az ősi metódussal minél többen meg fognak ismerkedni. So with these words, I finish my remarks. And I would like to wish you all a very happy and very substantive and fruitful participation here and wish this yoga fest all the success. Boldog igazságteljes napot kívánok és minden és nagy sikereket a mai napra nézve. Dhanyavad, thank you very much.